85 éves korában meghalt Wittner Mária a szabadságharcos, a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője. 1956-ban sebesülteket látott el Budapesten, majd a forradalom és szabadságharc leveréseig részt vett a harcokban. Wittner Mária önéletrajzában azt vallotta magáról, hogy 56 igazságát az egész élete során tovább vitte. 56-ot gyalázhatták 33 évig. Elítélhettek embereket, kivégezhettek embereket de ezekről az emberekről azt a gyalázatot, amit rákentek, nekünk a túlélőknek kell lemosni. Wittner Mária 1937. június 9-én született Budapesten. Gimnáziumi évei után gépíróként dolgozott szolnokon. 1956 elején Budapestre költözött. Nemzeti és gyászlobogók alatt sok ezres tömeg vonul a parlament elé, hogy tiltakozzik az oroszok beavatkozása ellen. Az 1956-os forradalomban aktívan részt vett. A rádió ostroma közben csatlakozott a harcoló felkelőkhöz. A korvin közben segítkezett a sebesültek ellátásában. A Vajdahunyad utcai csoporthoz csatlakozva már a fegyveres összetűzésekben is részt vett. November 4-én a harcokban megsebesült és kórházba került. A forradalom leverése után néhány hetet Ausztriában töltött, de végül visszatért Magyarországra és segédmunkásként dolgozott. 1957. júliusában letartóztatták. Egy évvel később, 21 éves korában többek között fegyveres szervezkedésben való részvétel, illetve az államrend megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedés és diszidálás vágyával. Első fokon halára ítélték. 200 napot töltött börtönben halára ítéltként. Majd a másodfokú bíróság ítéletét életfogytiglanra változtatta. 13 évnyi raboskodás után, 1970 márciusában az utolsó forradalmárok között szabadult, de amnestiát nem kapott. Szabadulása után varrónőként, majd takarítóként dolgozott. Az ország a rendszerváltozás után ismerte meg a nevét. Aktív szerepet vállalt számos 1956-os szervezet munkájában. 1989-től a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének elnök helyettese, 2002-től a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnökségi tagja, 2006-tól 2014-ig a Fidesz országgyűlési képviselője volt. A forradalomról börtönéveiről több visszaemlékezést írt. Életéről portréfilm készült, Hóhér vigyáz címmel. 1956 igazságának továbbvitele életem része maradt, fogalmazott önéletrajzában. Ez a mi hazánk, a mi országunk történelme volt, és erre emlékezni kell, hiszen végül is 89-ben, az 56-os csontokra épült rá a rendszerváltás, és tiszteletbe kell tartani a halottakat. És nekik köszönhető az, hogy ma nyugatra mehetnek, tapasztalatot szerezni, tanulni, de jöjjenek mindig vissza, mert a haza itt van és a haza mindenkit visszavár. A szabadságharcosról a Magyarság Kutatóintézet a közösségi oldalán megemlékezett. Bejegyzésükben visszaidézték Witner Mária 2001. február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapján a parlamentben mondott beszédét. Ahogy írták, az egykori halára ítélt, megidézve az áldozatokat többek között a történelem meghamisításával az ország kifosztásával vádolta, ahogy akkor fogalmazott, a szocialista köntösbe bújt hóhérokat. Beszédét így zárta, a Szent Korona Tana és a Magyar Nemzet nevében erkölcsi hullává nyilvánítom őket, állaposztban. 1991-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend nagy keresztjét, valamint az 1956-os emlékérmet vehette át. Később Szent István díjat és emberi méltóságért díjat is kapott. Dunakeszi Csepel és Józsefváros díszpolgára volt. Wittner Mária 85 éves korában hunyt el.